Így néz ki napjainkban a Szabolcs településen lévő földvár, amely a honfoglalás idején a magyar törzsek egyik szálláshelye volt. A háttérben látható az a református templom is, melynek elődjében Szent László király országos zsinatot tartott 1992-ben. A megyei önkormányzat keddi, idei utolsó közgyűlésén szavazott arról a javaslatról, hogy a kormány történelmi emlékhelyén nyilvánítsa a földvárat és a templomot. Az előterjesztést a jelen lévő 17 képviselő egyhangulag fogadta el. Ez az előterjesztés is nagy mértékben segíti a helyi identitás fejlesztést. Volt már egy ilyen kezdeményezése a megyének, illetve a település önkormányzatának, amely a történelmi emlékhelyét minősítést célozza meg. Szabolcs földvára, illetve református templom esetében Szent László zsinatot tartott ott. A megyei ünnepnapunk is ez a történelmi eseményhez kötődik. És hát azt üzeni számunkra, hogy egy mostani kis település is milyen fontos és nélkülözhetetlen szerepet tölt be egy megye identitás ápolásában, a történelmi múltra való emlékezésben, hiszen annak a népnek, annak a közösségnek lehet jövője, amely a múltját is megbecsülést tiszteli. Mint azt a közgyűlés elnöke előadásában kifejtette, az idén elindult újabb 7 éves Európai Uniós fejlesztési ciklus tervezési fázisa már befejeződött, a TOP Plusz első pályázati felhívásai pedig már meg is jelentek. Egyelőre azonban a program elődjében is akad még bőven tennivaló. A növekvő alapanyag és energia árak miatt ugyanis többletforrást szükséges a még be nem fejezett beruházásokhoz. Erről már a korábbi üléseken is tárgyaltak a képviselők, most pedig újabb forrás ráemelést kért a megyei önkormányzat. Költségnövekmény igényünkre állami, illetve irányítóhatósági jóvágyás folyamatosan kapjuk. Tegnap is érkeztek még ilyen igényelbírálások, a mai közülésre be tudtuk vinni. Januárban is lesznek még biztos ilyen kérések. Úgy tapasztalom, hogy szinte minden indokolt kérdést elfogad az irányítóhatóság, és ilyen módon ezek a projektek is megvalósulhatnak. Nagyon jelentős most, hogy a Kisvárda környékén a turisztikai fejlesztéseink is megkapták a szükséges többletforrást igényt, tehát úgy látom, hogy ennek ilyen módon nem lesz akadálya az előző 7 éves programzárásoknak. Több mint 850 esetben hozott a közgyűlés pozitív döntést a támogatási programok elbírálásáról. Én azt gondolom, hogy legfeljebb egy tucatnyi lehet az a projektmennyiség, amely különböző okokból nem tud megvalósulni, de nagyon kevés olyan program lesz, ami anyagi okból nem tud megvalósulni. Az év utolsó ülésén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei identitást erősítő programok támogatási kérelméről szóló előterjesztést is elfogadta a közgyűlés. Seszták Oszkár kifejtette, folyamatosan futnak a programok településeken, kulturális intézményekben és iskolákban egyaránt, melyben a Kölcsei Televízió is részt vesz konzorciumi partnerként. Az ülésen elhangzott, a megyei önkormányzat már tárgyalt az állami vezetőkkel a köztisztviselők illetményének növekedéséről és a házi orvosi ügyeleti ellátás működtetésének megváltoztatásáról is. Ezekről várhatóan jövő év elején születik döntés.